Sziasztok! Mai videómban ismét egy bőrlágyítási technikával fogunk megismerkedni. Ez az eljárás elég sok lépésből áll, de egyáltalán nem nehéz, valójában pofon egyszerű. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy minden bőrlágyítás a Photoshopban azzal kezdődik, hogy a feltűnő bőrhibákat, pattanásokat, ráncokat, azokat tüntessük el a jól megismert módon a Healing Brush, illetve a Spot Healing Brush eszközökkel. Én ezt már megtettem. Itt látható az eredmény. És most a bőr lágyítására fogunk összpontosítani. Az első lépés a szokásos. Másoljuk le az eredeti rétegünket, a háttér rétegünket a Ctrl-J billentyűk lenyomásával. Nyissuk meg a menüsorban a filter menüt, és a Blur almenüből válasszuk ki a Surface Blur parancsot. Ennek a szűrőnek több előnye is van a Gaussian Blur-rel szemben, és az egyik az, hogy jobban megőrzi az éleket. A fontos itt a sugár, illetve a küszöbérték beállításánál, hogyha elkezdjük a csúszkát jobbra húzni a sugár értékénél, közben itt lehet látni az eredményt, addig húzzuk, amíg a bőr teljesen sima nem lesz, illetve apró kis kockák jelennek meg a bőrnél. Ilyen plakátszerű hatásra kell törekedni, ez már túl sok lesz. Ez a 28-as érték, ez itt megfelelő. A küszöb értéket pedig úgy állítsuk be, hogy általában a sugár értéknél 5-10 ponttal szoktam lejjebb venni a küszöb értéket. Na hát most a rádiusz értékünk az 28, akkor a küszöb értéknek pedig vegyünk mondjuk 18-ast. Ha ezzel végeztünk, akkor egyszerűen nyomjuk meg az OK gombot. Most pedig a Layers panelen csökkentsük a Surface Blur réteg átlátszatlanságát nagyjából 50% körüli értékre. Mondjuk kezdjük 55%-ra. Aztán a Alt billentyűt nyomva tartva kattintsunk az Add Layers Mask ikonra. Ez egy fekete maszk mögé rejti az élettelenített réteget, tehát most csak az eredeti élettelenítés nélküli háttérréteget látjuk. És ahogy az előző videómban már említettem, a D billentyűt lenyomva tartva az előtér szint fehérrel változtatjuk, és kiválasztjuk a brush eszközünket, az ecsetet, beállítjuk, hogy lágy keménységű legyen, és elkezdjük vele átfesteni a bőrt. Fontos az ecset méret beállítása is. Ha valaki nem szereti az ilyen fekvő képeket, egyszerűen az R billentyűt lenyomva tartva, és az egér bal gombját nyomva tetszőleges irányba változtathatjuk a képünket. Én fekvőbe annyira nem szeretek dolgozni, ezért én inkább függőlegesre állítom a képet. Ráközelítünk. Mondjuk ez egy kicsit közel lett, ez így teljesen megfelel, és most szépen átfestem a bőrt, és előjön a lágyított filterünk. Már itt is látszik, hogy mennyivel lágyabb a bőrünk. Azt elfelejtettem mondani, hogy 100%-os átlátszatlanság legyen beállítva itt a vezérlősávon az ecsetünknél. Mint minden bőrlágyítási technikánál, eljárásnál fontos, hogy a részletgazdag területeket kerüljük ki, úgy mint a szemöldök, szemek, ajkak, orrjuk, orrnyílás. Szépen átfestjük. Már most is látszik, hogy mennyire szép lesz az arcbőrünk.
Ugye minél tisztább az arcbőr, annál szebb lesz az eredmény a lágyításnál. Ezért nagyon fontos előzőleg eltüntetni a bőrhibákat. Itt az orr és az ajkak közötti részt festjük, akkor érdemes az ecset méretet kisebbre venni, hogy precíz mozdulatokkal át tudjuk festeni azt a bőrterületet, és véletlenül sem menjünk be az orrjukba, illetve az ajkakhoz. Ez a Surface Blur-rel való lágyítás, ez elég profi eredményt fog hozni, mivel az éleket nem lágyítja el. És akkor menjünk most ide a nyak részre. Itt már használhatunk nagyobb ecset méretet. A ránc rész nyugodtan át lehet festeni vele, mert nem szeretnénk, hogy az annyira részletgazdag legyen. Így, vállak, mellkas. Oké. Megdöntjük vissza az eredeti állapotba. Annak érdekében, hogy ne hagyjunk ki semmilyen területet a lágyításból, nyomjuk meg az Alt gombot és kattintsunk a maszk bélyeg képére, akkor megjelenik ez a rajzocska, amit csináltunk a képen, és a fekete területeket fessük át, amelyek kimaradtak, persze ügyelve, hogy a száj, orrjukak, szemekbe azért ne menjünk bele. Úgy, így teljesen oké. Kattintsunk ismét az Alt gombot lenyomva tartva, kattintsunk a bélyeg képre, visszakaptuk a fotónkat. Most, hogy ugye a teljes színes képet látjuk, kijelölésként be kell töltenünk a rétegmaszkot, ehhez pedig nem kell más tenni, mint a Ctrl billentyűt lenyomva tartva egyenesen a rétegmaszk bélyeg képére kattintunk. Ne feledjük, hogy a kijelölés alapja a maszk pedig az alany egész bőrét tartalmazza kijelölve, de a szemek, orrjukak, ajkak, a száj és a többi részlet gazdag terület ugye az nincs kijelölve. A kijelölést megtartva kattintsunk a Layers panelen a háttérrétegre, vagyis az eredeti lágyítás nélküli rétegünkre, majd nyomjuk le a Ctrl-J billentyűket, hogy a kijelölt területet egy önálló rétegre helyezzük el, ahol csak a hölgy eredeti retusálatlan arcbőre van most külön rétegen. Most maradunk még mindig itt a Layers panelünkön, és a bőr rétegünket a rétegverem tetejére toljuk. Most fogjuk előhívni a bőrnek a textúráját. A menüsorból válasszuk a Filter, Other és a High Pass parancsot. Amikor a szűrő párbeszéd ablaka megjelenik, a rádiós csúszkát egészen toljuk balra, majd fokozatosan toljuk jobbra, addig, míg a bőrnek a textúrája elő nem kezd jönni. Ugye, ha teljesen jobbra toljuk, akkor már szinte minden rész kilátszik, amit nem is szeretnénk, hogy feltűnő legyen. Ezért érdemes kísérletezni ezzel a rádiusz csúszkával. Ugye itt már azért a bőr ragyogása meglátszik az 5 körüli sugárértéknél, ezért én lejjebb veszem, mondjuk legyen ez az érték ilyen 3,2-es, ez teljesen megfelel. És egyszerűen kattintsunk az OK gombra. Annak érdekében, hogy a bőr textúrája beleolvadjon az alatta lévő lágyított bőrrétegbe, a Layers panelen változtassuk a High Pass rétegünk
keverési módját normálról soft lightra. Így a lágyított réteg fölé egy bőrtextúra réteg kerül, vagyis lényegében lágyítottuk és kisimítottuk a bőrt. A felül lévő arctextúra réteg, vagyis a high pass rétegünk hatása akkor teljes, vagyis akkor mutatja a legnagyobb részletgazdagságot, bele is nagyítok egy kicsit a képbe. Ha csökkentjük az átlátszatlanságát ennek a rétegnek, ugye a bőr lágyabbá válik. Ha én leveszem nullára az átlátszatlanságát, akkor már nagyon sima bőrt kapunk, ezért érdemes egy kicsit az opacity rétegünket feljebb tolni, mondjuk ilyen 64%-os értékre. Ennyi is volt lényegében ez a bonyolultabb kis bőrlágyítási technika, a végeredményt pedig itt láthatjátok. Ilyen volt, és ilyen lett. Ilyen volt, és ilyen lett. Ha tetszenek a videóink, akkor kérjük, iratkozzatok fel minél többen. Sziasztok!